felkészülten várja a tavaszi szezont a szegedi gabonakutató. Nincsen hiány megfelelő minőségű kukoricavetőmagból sem. A nemesítés irányának meghatározásakor fontos szempont a kutatók számára, hogy mit igényel a piac. Ezt tükrözik a nagymúltú vállalat idei újdonságai is. Mi a termelőktől visszaérkező és a kereskedőinktől visszaérkező információk alapján azt látjuk, hogy elsődleges szempont a termés mennyiség. Kukoricán ez mindig is nagyon kiemelkedő volt, tehát hogy a gazdálkodók is elmentek a FAO 300 vége, FAO 400-as hibridek használata felé, és ez magában rejt egy nagyon nagy termispotenciált. A gabonakutató is erre válaszként megjelentette most két legújabb FAO 300-as hibridjét, a GK Bajnokot és a GKT 384-et. Mind a kettő magas termispotenciálra képes, egészséges szemtermése van, tehát ilyen szempontból a minőségi elvárásoknak is eleget tesz. És ezen kívül a siló piacon is van egy új hibridünk, a GK Lehel, ami mind terméshozamában, mind minőségében megfelelő. A termés átlag központi kérdéssé vált a gazdák számára egy-egy új hibrid kiválasztásakor. Többek között ezért is döntenek előszeretettel a középérésű kukoricák mellett. Most egy ilyen szerencsés együttállás van, hogy a kukoricának a felvásárló piaci ára az nagyon magas lett, és úgy tűnik, hogy magasan is fog maradni. És ezért elsődleges az, hogy hektáronként minél nagyobb termést tudjanak lehozni, és én úgy látom, hogy a gazdáknál ez az elsődleges cél. Mondjuk az országos termés átlag 8,5 tonna környékén van, ezért ez nem túl magas, de a gazdáknál egy célkitűzés, amikor egy hibridet választanak, hogy hány tonnával tud 10 tonna fölött teremni az adott kukorica hibrid, és nagyon sokszor elvárás az, hogy 14-15 tonnás termés eredményeket érjenek el. Ez nyilván egy ilyen fajta éréscsoportbeli átrendeződést is jelent, hiszen minden hibridnek, minden éréscsoportnak van egy limitje, egy biológiai limitje, hogy mennyit tud teremni, és azt tudjuk, hogy minél később egy hibrid, annál nagyobb termésre képes, és ezért a gazdák egyre több FAO 400-as, tehát középérésű hibridet használnak. Ez a jelenlegi trend, és nyilván ez magában foglalja azt is, hogy ha jön egy hűvös ősz, akkor elképzelhető, hogy nem teljesen szárad meg a kukorica a szántóföldön, hanem szárítást igényel, de a jelenlegi piaci árakon még a szárítás költségét is bőven fedezi a kukorica fölvásárlási ára. A gabonakutató siló hibridjei is nagyon jól vizsgáztak. A mérések alapján mindkettőnek az emészthetősége és a beltartalmi értékei is kiválóak. Míg az egyik a termőképessége és a gyors fejlődési eréje, a másik a jobb szárasság tűrése miatt figyelemre méltó. A fajta állami elismerésekben a gabonakutató hibridjei nagyon magas energiatartalommal rendelkeznek, tehát ez azt jelenti, hogy egy hektáron hány gigajoule-nyi energiát tud a gazda betakarítani, és emellett persze nagyon fontos az is, hogy milyen az emészthetősége a hibridnek, mert nem elég az, hogy egy nagy biomasszát lehozunk a szántóföldre, hanem azt a szarvasmarha minél jobban tudja hasznosítani. Az állami elismerések és a saját mérési eredmények alapján is azt tudjuk mondani, hogy a gabonakutató siló hibridjei, jelenleg ez a GK silósztár, ami egy intenzív hibrid, a GK Lehel, ami egy jobb szárazságtűréssel rendelkezik, mind a két hibrid nagyon jó beltartalmi értékekkel, nagyon jó emészthetőséggel rendelkezik. Az idei újdonságok iránt is érdeklődnek már a gazdák, de a tapasztalat azt mutatja, hogy először kisebb területen próbálják ki. A termőterület nagy részén inkább ragaszkodnak a jól bevált hibridekhez. A saját eladási statisztikáink alapján, illetve a piac elemzők felmérése alapján is azt látjuk, hogy a gazdák elsősorban a bevált hibrideket szeretik. Tehát a piacnak a kb. 60-65%-a a 3-4-5 éves hibrideket kedvelik, tehát ez adja az eladásoknak a legnagyobb részét, és a saját portfóliumban is ezt tapasztaljuk, hogy van a szegedi 386-os hibrid, a Sarolta hibridünk, ezek már nem mai hibridek, a Sarolta már 10 évnél is régebbi, de pont a szárazságtűrése, alkalmazkodó képessége miatt a gazdák nagyon szeretik, és a gyors vízleadása miatt a szárítási költségeket is meg tudják spórolni. Tehát az eladásunknak a nagy részét ez a két hibrid teszi ki, de nyilván, hogy kereslet van az új hibridekre is, és a gazdák mindig várják is az újat. Nyilván, hogy az ő döntésük, hogy a saját területüket milyen arányba vetik be régi és új hibridekkel. Itt azt tapasztaljuk, hogy igen, nagyon keresik az újat, de a nagy volumeneket azt a már bevált, jól ismert hibridekre teszik a gazdák.